Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával, Grózitával. Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Palaver, én Krózita vagyok. Ma is van nap kérdése, amire várom a szavazatokat az adásunk végéig, ami úgy szól, van alternatívája a mostani brüsszeli vezetés Európa politikájának? Várom az SMS-eket a 06 30 34 44 690-es telefonszámra, és 56% szavazott arra, hogy igen, van, és 44% arra, hogy nincsen. Na hát remélem, hogy majd ezek az arányok még itt mozognak, most egész közel állnak egymáshoz, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz majd a vége, de nézzük addig is a témáinkat. Úgyis egy nagyon érdekes hír kapott most figyelmet, aminek én különösen örültem, ugyanis Bayer Zsolt egy jászapáti lakossági fórumon belengedte, hogy hát szükség lenne március 15-én egy újra egy békemenetre. Én azt gondolom, hogy a Palaver hallgatók is, és a Hír TV nézőinek is a nagy része jár, rendszeresen jár, vagy már volt békemeneten, és hát tulajdonképpen, ha visszanézünk egy kicsit az időbe, akkor azt láthatjuk, hogy az első békemenetet is egy hasonló helyzet idézte elő. Ugye az első békemenet az még 2012-ben volt, és akkor is egy ilyen Európai Uniós támadásnak voltunk tulajdonképpen a célkeresztjében, és akkor megmutathattuk, hogy milyen sokan állnak a kormánypárt mellett. És hát most is tulajdonképpen egy olyan időszakot élünk, amikor jó lenne megmutatni azt, hogy nem véletlen, hogy az Orbán kormány van hatalmon, immáron 12 éve. Ez azért van, mert ezt szeretné az embereknek a többsége. Nagy érdeklődés övezi egyébként, mert tavaly is március 15-én volt még a választások előtt egy békemenet, akkor 500 000 ember volt a számítások alapján, ezt pontosan soha nem fogjuk tudni megmondani. Úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy akkor lesz-e ilyen, önök várják ezt, voltak-e már élménybeszámolókat is várok, hogyha esetleg vannak ilyenek. Én az elsőn is ott voltam, és azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó élmény volt, és egy nagyon jó érzés is volt ennyi emberrel együtt vonulni. Na hát aztán megyünk tovább a következő témánkkal, ami már kevésbé pozitív, ugyanis Daniel Freund korábban az antiszemitizmus ellen szólalt fel, most pedig még a kérdések elől is kitér. Azt gondolom, Daniel Freundot nem kell senkinek bemutatni, ő egy baloldali zöld német politikus, aki az Európai Parlamentben is ott van, számos alkalommal bírált a hazánkat, már mindent mondott Ukrajnától, kezdve mindenkit már szívesebben látna az Európai Unióba, csak mi ne legyünk ott. Viszont ugye most van egy olyan helyzet Európában, az Izrael és a Hamász közötti konfliktus miatt, amikor elszaporodtak nagyon az antiszemita támadások, és nyilván, ahol sok a bevándorló, ott ez még jobban eszkalálódott, hogy úgy mondjam, ez a probléma. Hát nem véletlen, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője, Schaller Baross Ernő kérdést tett fel emiatt Freundnak, hogy most már miért nem beszél annyira az antiszemitizmusról, holott korábban nagyon sokszor felszólalt emiatt, sőt még egyébként Magyarországot is vádolta azzal, hogy nálunk nagy az antiszemitizmus. Most pedig, hogy az ő országában, Németországban tombol tulajdonképpen a zsidók elleni incidensek, atrocitásoknak a száma. Most azt mondta Freund, hogy hát próbált ugye kitérni a válaszadás elől, és azt mondta, hogy ha a német szövetségi kormánnyal akartam foglalkozni, akkor indultam volna a német Bundestagba, de most az EP-ben vagyok, és ezért az az érdek, hogy mit csinálunk az Európai Unióban. Tehát, hogy az Európai Parlament falain belül nem kíván foglalkozni azzal, hogy mi újság van Németországban, ami egyébként az egész Európai Uniót érinti, de hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen gyors válasznak számított, és így ezzel le is tudta ezt a dolgot. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan látják önök ezt a témát. Végezetül pedig egy jó hírre ébredtünk, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Euroszkeptikus és iszlám ellenes szabadságpárt nyerte az előrehozott parlamenti választásokat Hollandiában. Ugye azért volt erre szükség, mert egyébként magyar gyűlölőnek definiált Mark Rutte kormánya júliusban lemondott, mert a koalíciós partnerekkel a menedék kérők család egyesítésének kérdésében nem tudtak meg
megegyezni, és ezért ugye választásokat írtak ki. A mostani exit pollok szerint pedig Geert Wilders vezette radikális párt 35 helyet szerzett a 150 fős törvényhozásban. Úgyhogy úgy tűnik, hogy egyre több helyen, hogy úgy mondjam, unják meg a baloldali vezetést, ezt az egész menekültügyi politikát, a befogadást, lásd ugye menedékkérőknek a családegyesítését, hanem úgy kezd talán egy kicsit felébredni Európa. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, de nem is szaporítanám tovább a szót, gyorsan azért meg a telefonszámunkat elmondom, aki nem tudná és szeretne minket felhívni, tegyék meg ezt a 061-799-2999-es számon, itt várom a beszélgető partnereimet, az SMS-eket pedig a 0670-00953-as telefonszámon, és itt van már az első telefonálónk, László. Üdvözlöm, László! Üdvözlöm, kedves Zita, és a kedves tévénézőket és rádióhallgatókat is. Rózsa László vagyok Újpestről, és hát először a szavazásról csak annyit, hogy örülök neki, hogy ilyen sok optimista ember van, hogy úgy gondolják, hogy Brüsszelnek az Európát illetően van megfelelő elképzelése, gondolatvilága. Az én véleményem, én ennél pesszimistább vagyok, és úgy gondolom, hogy a mostani vezetésnek nem sok ilyen van, mert ha lenne, akkor Európa nem ott tartana most, ahol éppen tartunk. De hát ez mindenkinek a szuverén joga eldönteni, hogy gondolja. Viszont az első témához hozzászólni, a békemenet, hogy március 15-15-én lenne jövőben, én nagyon-nagyon örülnék neki. Mi voltunk gyakorlatilag a békemeneten, és hát nem csak az, hogy jó érzés volt, hanem egy óriási élmény is, ennyi emberrel ott együtt vonulni, és együtt örülni annak, hogy mindannyian békét szeretnénk, és békét akarunk, nem csak itt a kis hazánkban, hanem egész Európában. Mondhatjuk azt talán az egész világon. Úgyhogy ez a békemenet, remélem, hogy összejön. Én nagyon szurkolok Bajer Zsoltéknak és a Szöpcökának, akiket szokták minden évben mindig megszervezni, hogy ez összejön jövő évben is, és természetszerű, hogy amennyiben élünk, akkor mindenféleképpen ott a helyünk, és újra részt fogunk venni ezen is. Igen, ez egy abszolút jó program szokott lenni, én is most már elmondhatom büszkén, hogy az összesen ott voltam, és nagyon jó is volt találkozni azokkal, akik egyébként ezen az oldalon állnak, és nagyon sok olyan olvasóval is, hallgatóval is találkoztam, akiket végre archoz tudtam kötni, úgyhogy tényleg nagyon jó volt. Igen, gyakorlatilag én emlékszem rá, hogy mi is összefutottunk tavaly ezen a békemeneten, Zita, valahol ott a Bajcsy-Zsilinszky út környékén találkoztunk. Igen, össze. Igen, lehetséges. Mint ahogy most, legutóbb a győztes, a hősök emlék napján. Igen. Ott is találkoztunk. Na, szóval lényeg az, hogy én nagyon remélem, hogy ez a békemenet összejön a jövő évre, és március 15-én újra együtt vonulhatunk föl azért, hogy kimutassuk a világnak, hogy igen, mi magyarok, mi békét szeretnénk, nem csak itt a hazánkban, hanem mindenhol. Úgyhogy hajrá Bajer Zsolt, és hajrá Szöpcöka. Daniel Freundról. Daniel Freund az többször támadta Magyarországot is, hogy milyen antiszemita vezetésünk van. De hát ő is olyan, mint a szélkakas. Mindig arra felé fordul, amerről a szél fúj, és gyakorlatilag ugye most felszólalt, hogy az antiszemitizmus ellen, de hát ezt a zöldeknél is, egyáltalán a baloldalon nem csodálkozunk, hogy állandóan változtatják a véleményüket, hol így beszélnek, hol úgy beszélnek, hát a magyar ellenzékre is ez a jellemző, ugye, hogy mindig más és mást mondanak, egyik nap igen, másik nap nem, egyik nap fehér, másik nap fekete, szóval ez ugyanígy van a Daniel Freundnál is, és hát azt meg tudjuk, ugye, hogy Magyarországot kifejezetten gyűlöli. Hát igen, csak arról beszélni tényleg azért, hogy az, hogy mi van Németországban, az elég sok országra van azért hatással.
És azt mondani, hogy jó, hát most azzal ne foglalkozzunk, az Európai Unióban vagyunk, azért az egy kicsit erős, tehát azért nem, nagyon nem mindegy, hogy mi van Németországban. Nem, és hát, hogyha ott felüti megint a fejét az antiszemitizmus, hát akkor tulajdonképpen itt relativizálják egy idő után majd a holokausztot, vagy milyennek aztán a következménye. Kedves Zita, én engedjem meg, tekintettel arra, hogy épp holnap utazom vissza megint Németországba, hogy azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nem a németek között van, nem, és emelkedik az antiszemitizmusnak hanem pontosan az illegális bevándorlók azok, akikről sajnos a mostani vezetés úgy van, hogy ha nem beszélünk róla, akkor az nincs is. Tehát ezt az illegális migrációs problémát, ezt németországi vezetés próbálja a szőnyeg alá besöpörni, hogy nem akarják észrevenni azt, hogy igenis ez az iszlamizálódás, ami jelentkezik, ez annak köszönhető, hogy ezt a rengeteg illegális bevándorlót beengedték Németországba is, de ugyanez igaz az összes többi nyugat-európai országra, hiszen nem véletlen az, hogy mindenhol legalábbis sok helyen kezdenek az emberek felébredni, és jobboldali kormányt választani. Ezért röviden rátérve a harmadik témára is, hát az, hogy Hollandiában jobboldali kormány lesz, ennek csak nagyon tudunk örülni, mert szükség van szövetségesekre, mert azért Orbán Viktor és a kormányunk, illetve az Európai Parlamentben ülő képviselőink elég hangot adnak annak, hogy igenis mi mit változást akarunk, de ehhez szövetségesekre van szükségünk. Szükségünk van Olaszországra, szükségünk van Hollandiára, Ausztriára, és még sorolhatnám, Lengyelország, stb., akik remélem, hogy nem fognak bennünket cserben hagyni, hiszen most ugye Novák Katalin is tárgyalt a V4-ek elnökeivel, és csak megerősítették, hogy igen, a V4-ekre szükség van. Szükség van, így igaz, és szükség van arra, hogy mind a négy állam kitartson amellett, hogy mi igenis változást akarunk itt az Európai Unióban, hiszen nem azért léptünk be az Európai Unióba, hogy bennünket semminek nézzenek, és próbáljanak a fejünk fölött mindenben dönteni. És tehát... ezt el tudja képzelni, mert ugye Franz Timmermans is indult ezen a választáson, hogy most, hogy nem nyert, most esetleg végig is úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentben van a helye? Hát én nagyon remélem, hogy nem. Mert talán van annyira erős most a jobb oldal, hogy nem fogják ezt a korrupt gazembert újra választani és visszaküldeni az Európai Parlamentbe, mert én úgy gondolom, nincs rá szükség. Ő nem tud olyan érveket, illetve olyan dolgokat fölhozni, ami miatt az ember megváltoztatná véleményét, hiszen az elmúlt két időszakban, ha jól emlékszem, ő kétszer volt megválasztva az Európai Parlamentbe. Remélem, hogy többször nem kerül rá sor, mert mindig olyan dolgokkal tudott előrukkolni, ami az európai emberek számára kedvezőtlen és rossz volt. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy nem jön vissza. Hát meg reméljük, hogy azért más országokban is, ha jönnek a választások, akkor azért még nyerhet jobboldali politikus. Hát, most azért volt sajnos ugye pofon, hogy megválasztottak baloldali, de hát ha nem lenne rossz, hogyha itt ezek a szövetségek megköttetnének végre, és hogyha jönne az Európai Unióba is valami fordulat, és nem mi lennénk állandóan a porondon előszedve, hogy mit csinálunk, meg mit nem csinálunk, mert már kezd egy kicsit unalmas lenni, bár hogyha nem piszkálnának minket, akkor lehet, hogy ennyi békemenet sem lenne, ahol meg ugye szeretünk találkozni. Így van, pontosan. Tehát tényleg egyértelmű és világos. Mi európai emberek nem vagyunk hülyék, nem vagyunk buták. Tudjuk, hogy mire van szüksége Európának,
és azt is tudjuk, hogy ha normális európai vezetés van, akkor Európa igenis újra erős tud lenni, amit Amerika próbál most ugye tönkretenni, és meggyengíteni, amennyire csak lehet Európát, de nagyon bízom benne, hogy most a jövő évi választáson visszatér az a normális gondolkodás, ami miatt egyáltalán ezt az Európai Uniót annak idején Helmut Kohl és társai létrehozták, és tudunk úgy együttműködni, hogy tényleg az európai emberek érdekét képviseljék, és a nekünk, európai embereknek a legjobbat akarják. Ha ez így lesz jövőre, akkor biztos vagyok benne, hogy el tudunk indulni megint egy olyan pályán, ami miatt egyáltalán mi is vágytunk, hogy az Európai Unióba bekerüljünk, és nagyon bízom benne, hogy ez bekövetkezik. Úgyhogy reméljük, hogy így legyen, ámen, pontosan. Köszönöm, László, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Minden jót, visszal. És nézzünk gyorsan néhány SMS. Több éve ezelőtt a szoci kormányzása idején egy kamionnyi pénzpapír tűnt el Budapesten az Orci térnél. Lehet, hogy most került elő mikroadományok formájában, teszi fel a kérdést PL. Utána Cicu sírja, nagyon jó lenne a békemenet, olyan, mint az első volt. A Hősök teréről a parlamentig van hely a gyülekezéshez is. Van hely a gyülekezéshez, ezt az is már csak én tettem hozzá. Én is mindegyiken ott voltam, mert egy Cicus pontosan ezt írta. Aztán kedves Zita, reggeltől oda-vissza 1500 kilométer, de örömmel ott leszek, leszünk ezen a békemeneten is, mint ahogy mindegyiken eddig ott voltam, mert képviselem Erdélyt és az erdélyi magyarjait. Hajrá Magyarország, hajrá Erdély, és hajrá magyarok, Nagy Kemény Géza Galonyáról írja ezt nekünk. Utána, Daniel Freund Európa miatt nem foglalkozik Németországgal, akkor talán ne foglalkozzon Magyarországgal sem, írja ezt nekünk István Miskolcról. És hát jó sok SMS érkezett, úgy látom, hogy mindenkit megfogtak ezek a mai témák, amiknek én nagyon örülök, és annak még jobban örülök, hogy a következő blogban már itt lesz velem Gav Duncan, a Pesti Srácok vloggere, úgyhogy a nevetés és a kifigurázás garantált lesz, tartsanak velünk a szünet után is. Dühös, falhoz vágna valaki, vagy csak egyszerűen kíváncsi, ne fogja vissza magát. Palaver, a Hír TV interaktív műsora, a szócsaták bajnokával. Dühös, falhoz vágna valaki, vagy csak egyszerűen kíváncsi, ne fogja vissza magát. Palaver, a Hír TV interaktív műsora, a szócsaták bajnokával, Grózitával. És ahogy ígértem, már itt is vagyunk, folytatódik a Palaver, én Krózita vagyok. A napkérdése úgy szól, van alternatívája a mostani brüsszeli vezetés Európa politikájának? Úgy látom, egyelőre nem változtak az arányok, 56% szerint van, és 44% szerint nincsen. Ha ezt az arányt szeretnék megfordítani, vagy megerősíteni, akkor az adásunk végéig küldjenek SMS-t a 0630-3444-690-es telefonszámra. Aki meg beszélgetni szeretne velünk, ők hívják a 061-799-2999-es vonalat, aki pedig inkább SMS-ben bátorkodna megfejteni a világ történéseit, ezeket várjuk a 0670-70-00-953-as telefonszámra. És gyors ismétlésképpen elmondanám, hogy mik a mai témáink. Úgy tűnik, hogy március 15-én újra békemenet lesz, legalábbis erről beszélt Bayer Zsolt a Jászapáti Lakossági Fórumon, és hát itt már beszéltem egy hallgatóval, és ő is megerősített abban, hogy nem csak én érzem azt, hogy mennyire jó ezek a békemenetek, mennyire jó ezeknek a hangulata, hanem ő is egyébként nagyon jól érezte magát, és hát egyébként azt a célt is szolgálja, hogy bemutathatjuk, hogy mennyien állunk a kormánypolitikája mögött. Az első békemenet egyébként 2012-ben volt, akkor egyébként egy olyan molinót
hittünk az első sorban, amire az volt írva, hogy nem leszünk gyarmat, és az is tulajdonképpen egy uniós ügy kapcsán lett kiválasztva. Az érdeklődés viszont nagyon nagy rá, mert tavaly is volt, még az országgyűlési választások előtt, szintén március 15-én egy békemenet, akkor közel 500 000 voltunk ott, de pontosan soha nem lehet megmondani, és mindig megy a számháború, hogy végül is mennyien voltunk. Én azt gondolom, hogy aki ott volt, az a saját szemével láthatta, hogy rengetegen, akármennyien is rengetegen. Aztán megyünk tovább azzal a témával, hogy Daniel Freund korábban az antiszemitizmus ellen szólalt fel, most pedig még a kérdések elől is kitér. Ugye ő az a német liberális politikus, aki számos alkalommal bírálta már hazánkat, volt, hogy azt szerette volna, hogyha minket az Európai Unióból lecserélnének például Ukrajnára, mert szerinte az sokkal jobb lenne. Most pedig megkapta azt a kérdést, amire valószínűleg nem vágyakozott, mert hogy nem is nagyon akart rá válaszolni. Schaller Baross Ernő fideszes EP képviselő tette fel neki, ugyanis azt a kérdést, hogy korábban rengeteget beszélt az antiszemitizmusról, egyébként párhuzamot vont Magyarországgal is, hogy itt milyen nagy az antiszemitizmus, amit senki nem tud, hogy honnan vett. És most pedig megkapta azt a kérdést, hogy most, hogy az izraeli Hamas háború alatt óta igencsak megnőtt a Németországban az antiszemita támadásoknak, incidenseknek a száma, most miért nem mond valamit ezzel kapcsolatban? Meg miért nem érdekli ez a téma annyira, amire azt mondta, hogy hát, hogy ő erről szeretne beszélni, hogy mi van Németországban, akkor a Bundestagban lenne, most viszont az Európai Parlamentben van, és itt pedig az Európai Uniós ügyekről akar beszélni, arról, hogy itt mit csinálnak. Úgyhogy hát nem tudom, ki mit várt tőle, én túl sokat nem, hát ugye, ahogy itt beszéltük, ők forognak, mint a szélkakas, úgyhogy ezt láthatjuk szerintem Daniel Freundtól is. A harmadik témánk pedig egy elég jó hír, az euroszkeptikus és iszlám ellenes szabadságpárt nyerte az előrehozott parlamenti választásokat Hollandiában, így úgy tűnik, hogy Mark Rutte-től megszabadulhatunk, aki szintén eléggé magyar gyűlölő politikusként lett itt nálunk bemutatva, és hát a kijelentései arról tanúskodtak, hogy valóban nem mi vagyunk a szíve csücske. Azért kellett egyébként választásokat kiírni, mert lemondott júliusban a kormánya, mert a koalíciós partnerekkel nem tudtak megállapodni abban, hogy azoknak a menedékkérőknek, akik családegyesítést szeretnének ezt most megengedjék, vagy ne engedjék meg, ebben nem volt konszenzus, és ezért kellett választásokat kírni, most pedig Gert Wilders nyerte, úgy tűnik egyelőre az exit pollok szerint a választást, 35 helyet kap a 150 fős törvényhozásban, Orbán Viktor pedig már gratulált is neki, aztán majd meglátjuk, hogy kell-e koalíciós partner, ha kell, ki lesz, és hogyan fog egyébként alakulni a holland politika, de azt gondolom, hogy egyelőre azért van minek örülni. És ahogy ígértem, innentől kezdve én mosolyogni fogok, mert itt van már kedvenc vlogger társam a stúdióban, Gelf Duncan, a Pesti Srácok vloggere. Szia, Gelf! Szia, Zita! Köszönöm szépen a meghívást! Na hát örülök, hogy itt vagy, és akkor elsőként beszélgessünk egy kicsit a békemenetről, mert hevesen bólogattál, amíg erről beszéltem. Nagyon is! Te mikor voltál először? Milyen élményed van? Azt tudom, hogy találkoztunk. Mindegyiken mi voltunk. Mindegyiken. Uh-huh. Hát akkor sorstársam vagy. Figyelj, nem tudom, az fontos számunkra, hogy nem tudom, tényleg, nem tudom. Nyilvánvaló ez, hogy van egy politikai üzenet, hogy a miniszterelnök szokott mondani, hogy ez az erőt ad neki, amikor ő mehet, nem tudom, az Európai Parlamentbe, és akkor mutatja, hogy nem csak ő egyedül van, hanem ő ott van, és akkor áll mögött, nem tudom, az egész ország. Az nyilvánvaló, ez egy jó politikai üzenet. Viszont én mindig mondtam, hogy ez hihetetlen, hogy mennyire jó fej mindenki, aki ott van a békemeneten. Nem tudom, mindig szoktam mondani, hogy ezek az emberek olyan udvariasok, hogy ezelőtt, hogy véletlenül valaki rálép a lábadra, az már bocsánatot kér. És ez olyan jó dolog, hogy mindenki olyan jó kedvű, mindenki együtt vagyunk, mint egy hollywoodi család, hogy nem tudom, mindenki tud jönni. A legtöbb hollywoodi család, az én nem hiszem, az én családom soha nem volt ilyen, de nem tudom, ez a minta család, ott van, mit tudom én, millió ember, mindenki egyet ért ezzel, azzal, és akkor mindenki szépen megy. Senki nem rohan elő, nem az, hogy most a francba valaki áll előttem, nem, mindenki szépen, lassan mindenki beszél mindenkivel, ez csodás. Ha valaki nem volt, mert politikailag nem felel meg, én csak sajnálom őt, mert ez hiányzana nekem az életemből, ha
ha nem lenne újra. Gondolod, hogy most ennek tényleg itt van az ideje, hogy kell egy ilyen, és megint meg kell mutatni, hogy nem fegyvert fog a Orbán Viktor ennek a sok embernek a fejéhez, hanem önszántóval mentek hát ki az utcára. Hányszor ezt mondom, mindenki ugyanaz mondja, hogy nem tudom, gyerekek, nem kell újra menni, nem kell újra menni, nem tudom, van egy csomó ember, főleg nem tudom, mit tudom én, a 9. kerületi fideszek, nem tudom, mi állandóan kérdezünk egymástól, hogy nem kell újra menni, nem kell újra menni, mert nem, mi érzünk, hogy amikor a nemzetközi sajtóban, vagy nem tudom, az Európai Unió, nem tudom, megint sorba állnak, hogy nem tudom, belerúgnak a mi arcunkban, nem tudom, az ember, figyelj gyerekek, nem tudom, most már tényleg, megyünk ki, mutasd már nekik az erőt, hogy mi itt vagyunk, nem felejtettünk el. Igaz, jó, nyilvánvaló, ha lenne hetente, akkor... Uncsi lenne. Igen, uncsi lenne. De ez mindig nem tudom. Hetente csak pedagógus tüntetés van. Persze. De így, hogy egyszerűen tök jó, hogy most megint ez, hogy nem tudom, hogy a miniszterelnök mondta, és akkor nem tudom, látjunk is, hogy az európai parlamenti választásig nyomásgyakorlás lesz rajtunk. És akkor így persze, akkor ne legyen, nem tudom, hetente, hanem ez, nem tudom, jó, akkor várjunk ez, hogy ők tényleg, most már nem tudom, az egész Európai Parlament, az összes kretén, aki ott van, a liberálisok, nem tudom, a kommunisták, a bolsevisták, nem tudom, nem tudom, az összes ilyen használhatatlan kretének, akik csak szednek ki a pénzt, ők próbálnak, nem tudom, minket, nem tudom, hát nem a második ligába berakni, hanem a harmadik vagy a negyedikbe. És akkor itt az idője, hogy nem tudom, bocs, állj meg egy percre. Mi nem vagyunk akkora nagy, mint a németek, de mi sokkal jobb vagyok, sokkal okosabb vagyunk, szép, szebb, mit tudom én. Hát néha nem tudom mutatni kell, és akkor szerintem most itt az idő, tényleg, újra, már nem tudom, már régóta mindenki vár, hogy mikor megyünk, mikor sétálhatunk, nem tudom, együtt az utcán. Igen, ez abszolút így van. Na de hallgassuk meg Miklós bácsit, hogy hogyan vélekedik erről a témáról, hát ha vele is találkoztunk már egyébként egy ilyen meneten. Miklós bácsi, öné a szó. Köszönöm szépen, kedvét csókolom, kedves Zita. Üdvözlök minden hallgatót. Duncan, szárvusz, imádlak, nagyon jó vagy. Köszönöm szépen. Igazi úriember vagy a számomra, nagyon hiányzom már tévéből, úgyhogy imádtam mindig. Hát, harcolok, hogy egyszer vissza fogom térni, nem tudom, nem látom egy ajtót, még nem próbálok, nem tudom, berúgni, vagy kinyitni. Te vagy a korunk kunhalmi Ágnes. A humorod, a megjelenésed, a vidámságod, egy üde szempont vagy a tévében, egy üdepont. Na, a békemenetnek én már régen mondogatjuk így itt magunk a baráti társaságban, hogy nagyon kellene választás előtt. Nagyon okos ötlet, és biztos meg lesz, és én biztos vagyok benne, hogy 800 ezer, 1 millió között ott lesznek az emberek, és megnyerjük az önkormányzati választást. Ez 100%, hát küszköljön az ellenzék javából. Másik, röviden ugye majd kialakul ez nagyon szépen, a hollandoknak gratulálok, nagyon örülök, most már vagyunk hároman, olaszok, mi meg a szlovákok. Tehát ugye szépen alakul, két év múlva már 6-7 ország lesz, a választás lesz, az mind átjön a mi oldalunkra. Na most akarok én egy pár szóval beszélni, most a jogállamiságról van szó megint már. Egyszerűen nem tudom megérteni 80 éves fejjel, hogy ezt miért ugatják, de úgy közben rágyövök, hogy mi ugatják. Azért, hogy ezen a címen ne tudják idenni a nekünk járó pénzt. Viszont jogállam. Amerikában van hiszem 50 állam, mind az 50 államban más a jogáll. Egyik helyen van halálbüntetés, másik helyen nincs. Az Unió 27 országa, ez 27 nyelvet jelent, 27 történelmet, történelmi múltat, tehát ezt nem lehet arra venni, hogy egyforma legyen a jog. Sose volt, még 100 év múlva se lesz egy a jog. Nem beszélve az Unióból, még mindig nem mondták meg, hogy mit az az általános jog. Csak mondják, hogy Magyarországon nincs jogállam. Arra megy ki a játék, hogy szépen minden kivegyenek a jogból olyat, ami nekik a másik oldalnak nem jó. Tehát ugyanazt várják el tőlünk, mintha Gyurcsán volna, a bal oldal volna hatalmon. Ezt meg kell állítani. Gyerekek, még ide nem adtátok az összes pénzt, addig semmiről nem tárgyalunk az ég adta világon. Ilyen egyszerű. Úgy se tesznek ki az Unióból, mert az nekik végzetes lenne. Nem szavazni meg semmit. Jogállam vagyunk. Nekünk van saját parlamentünk. Van.
legfelső bíróságunk is, van olyan kormányunk, akik kétharmaddal negyedjére választottak meg. Tehát ne piszkáljanak bennünket, pont olyanok, akik minden jogot felrúgnak az unióba. Hasukra ütnek ott a szőkeasszony, azt most ezt találja ki, azt találja ki. Én már múltkor elmondtam, pofon egyszerű, azt tartjuk be, és azt betartjuk, amit aláírtunk. Azon felül senki nem szavazta meg a többit, ez egy nulla. Tehát ez egy zsarolás, ahogy elmondják, és nem fogják idenni, mert ha idadják, akkor ugye Gyurcsányék ezt mindent elkövetnek, mert akkor tisztában vannak vele, így is, de akkor még jobban, hogy itt ők nem ütnek labdába, se két év múlva, se 20 év múlva, 30 év múlva se, mert az olyan akkorát lendítene Magyarországon, hogy még aki ellenünk van, az is mellénk állna. De hál' Istennek azért vagyunk annyia, hogy itt nem fognak nyerni. És még egy, hát nem tudom, ez a hölgy, a középsőben nem ismerem, én kíváncsi volnák rá, hogy nem olyan oda tartozik, ahova Soros bácsinak a tyúkajjához tartozik. Melyik nem. Hölgyre gondol? Nem hölgy, az úr, ez a... Daniel Freund? Igen, ez hölgy. Nem, ő férfi. Legalábbis hát ebben a világban már nem lehet eldönteni, de férfinek vallja magát. Valóban. Tehát ő oda tartozik, ugorjak egy kicsit, oda tartozik azok közé, azoknak a leszármazottai, akik annak idején kiabáltak Pilátusnak, hogy feszítsd meg őt, hiszen ezt mindenki érti. Tehát ezek nem járnak az ilyen emberek se zsinagógába, sehova, az ég adta világon semmilyen vallásuk nincs, attól függetlenül, hogy zsidó származásúak, mert ezekkel van a baj, mert akik a zsinagógába járnak, tisztességesek, abban soha nem volt Magyarországon baj, amúgy se volt, itt nem bántottunk senkit, hála Istennek, nincs antiszemitizmus, ezek gerjesztik azért, azon a címen, hogyha ők lopnak, mint Gyurcsányék, meg Balzsékot csinálnak, akkor ha mi csak csúnyán nézünk rájuk, vagy ne adj Isten szóvá tesszük, akkor mi már antiszemiták vagyunk. Magyarország keresztény ország, soha nem volt antiszemita, meg nem is lesz. És a németek, meg főleg ne szóljanak semmit, én most hónapok óta nézem az egyik csatornán a második világháborút, a legelejtől legvégig, részletesen, nem tudom hány szó részleteket. Ők ne szóljanak semmit, akik annyi zsidót megöltek, meg fasiszták voltak, meg mindenek voltak, és akkor most ők vádolnak minket antiszemitizmusra. Elmennek oda, ahova Bajer Zsolti szoktak mondani, Gadi Csottó. Elmennek oda. Tehát nem vagyunk antiszemiták, mi szeretjük. Nekem is nagyon sok zsidó ismerősöm van még a régi munkaidőkből, meg négy más aranyos tündér emberek. Nincs velük semmi baj. Azokkal van, akik nem járnak zsinagógába, nincs vallásuk, csak a pénz érdekli meg a hatalom, mint az árnyék kormány tagjait. De hát ezek meg le vannak fütyűve, hogy szépen magyarul mondjam. Igen. Tehát Miklós bácsi, köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk, és legközelebb is. Duncan, továbbra is gyere vissza a tévében. Köszönöm szépen, Miklós bá. Viszont hallásra. És innen fogjuk folytatni egy rövid szünet után. Dühös. Falhoz vágna valamit. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valamit. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Grózitával. Én majd a saját szemszögömből el fogom mondani, hogy... Szavát, ne felejtse, csak közben csatlakozott a televízió, és Géza papával beszélgetünk éppen a békemenetről, úgyhogy kérem, folytassa, Géza. Igen. Hát az elsőt azt hiszem, hogy akkor most kivesésztük. Ki? Igen, a... Akkor az antiszemitizmus Daniel Freundal a következő. Nem is magáról az antiszemitizmusról lenne szó, hanem arról, hogy hát ez a szerencsétlen ember, mint a többi is, a Gyuri bácsinak a katonái, pártkatonái, azt mondanak, mint a Gyuri bácsi megrende. Ha most holnap azt mondaná a Gyuri bácsi, az ellenkezőjét mondjon, tessék nekem elhinni,
vagy holnap az ellenkezőjét. Gondolkodás nélkül, mert önálló gondolatuk nincs ezeknek semmi, amit kiadnak neki ukázt, akkor azt ők elmondják, és akkor kiállnak mellette is, és hát habzó szájjal mondják a hülyeségeiket. Úgyhogy én nem is foglalkozom ebben, mert szóval ennek nincs, ez nem egy önálló gondolkodás, nem egy, az ellenkezője az Orbán Viktor, akinek önálló gondolatai vannak, és zseniális gondolatai. Hát ez az anti-Orbán Viktor csapathoz tartozik szerinte, úgyhogy ebben nem foglalkozom tovább. Na most a hollandoknak azért örülök, a Wilders az eddig is nagyon nagy barátja volt az Orbán Viktornak, ugye? Jó, igen, tudom. Igen. Nagyon tisztelte a Viktort, úgyhogy most találtuk. Múltkor, nem tudom, tetszik emlékezni, nagyon lehangolóan szóltam hozzá, hogy már egyedül vagyunk, már lengyelek sincsenek, régebben kiléptek az angolok. Most viszont kezdek nagyon optimista lenni, mert szerintem, ha azt veszük, hogy most tegyük mérlegre a lengyeleket meg a hollandokat, jobb, hogy a hollandokat megnyertük, mert tudnélik, ők, ugye mi kelet-európaiak másodrendűek vagyunk. Itt a gyarmatokon ugye elvagyogatunk, meg mit tudom, hozzászólunk, meg berezenkedünk, de a hollandok, ugye ők az első számú polgárok, mi csak másodszámú, sajnos így van. Úgyhogy ebben nagyot nyertünk. Nagyobbat nyertünk a réven, mint amit vesztettünk a vámon. Úgyhogy ennek nagyon tudok örülni. És a Meloni is, hát nem tud mert mellettünk még egy kiállni, mert szegényt nagyon kötik a gazdasági bajok, de szép lassan azért úgy veszem észt, hogy kezdi úgy összeszedni magát, és egyszer csak azt veszük észre, odaáll mellénk nyíltan, és azt mondja a Gyuri bácséknek, hogy takarodjatok. Már előtt, hogy finoman fejezem ki magam. Tehát most nagyon, nagyon bizakodó lettem, és akkor hát most még, hát a Fico és jó, egy kis országnak a vezetője, de hát legalább nincs ellenünk, és ugyanazt csinálja sokszor, mint a Viktor, mi Viktorunk, úgyhogy lassan alakul a dolog, bár azt is el kell mondanom, hogy azt hiszem már mondtam önnek, hogy most, hogy jönnek a választások, most ezek az Európai Uniósok vezetők a mézes mazdagot elhúzzák, hogy mégse tetszik nekik annyira ez a bevándorlás anyavaját, ahogy megnyernék mindjárt abban második napon azt mondanak, ó, bocsánat, tévedtünk, szóval ez csak egy mézes mazdag, nem szabad rájuk hallgatni. Elkezd zavarni őket melegebb éghajlat. Legyen így, Géza. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk. Köszönöm. Viszontlátásra. És hát záporoznak a Gevdánkenes események, úgyhogy folytatom is. Ez pozitív oldalom. Pozitív, abszolút jó, pozitív. Jó, jöhet. Először gondolkozz el az elsőn, és utána majd megválaszolod, amikor a másik kettőt. Kedves Duncan, mely is kót viszkit ajánlott? Persze nem a luxus kategóriából, ezt Epe kérdezi, ezen gondolkozz, addig olvasom a többit. Kedves Zita, Gev Duncan egy nagyon jó, értelmes és humoros ember, imádom, örülök, hogy meghívta. Sajnálom, hogy megszűntek a vitaminsorakkal a konzervatív és ellenzéki újságírók és politikai elemzők összecsaptak. Gondolom nem vagyok egyedül, Lánci Tamás és Nagy Józsi csatái szenzációsak voltak. Üdvözlettel, Mariam. Üdvözlet, Duncan úr. Jó látni őt, sok hazafi vehetne példát róla. Úgyhogy ezt üzenik neked, és akkor halljuk, milyen viszkit ajánlasz. Szintén bármelyik. Igazán nem tudom, hogy nehéz, mert rengeteg van, mindenki tudja. Régen volt az a legrosszabb, még nem tudom, biztos mindenki emlékszik, hogy volt az a régi közétlánc, az a plusz. Igen. Én emlékszem, nem tudom, 25 évvel ezelőtt akkor egyszer mentünk be, én meg az Évia Pluszba, ott a Rádai utcán, nem tudom, a sarkon volt, és ott láttam, és mondom, ó, milyen olcsó viszki, rögtön fogtam, néztem, és akkor az volt, hogy golfklub. Nem hallottam róla, megfordítottam, és akkor Franciaországban csinált viszki, mondom, jó van, akkor visszamegy, köszönöm szépen, tehát na, van egy határ. De igazán... Minden skót viszki, nem tudom. Van egy csomó mit, amit én szerettem, van egy csomó mit nem jön be nekem, a füstös íz az nem jön be nekem egyáltalán. Mást,
az nem tudom, én nem vagyok annyira... Na majd akkor ezt a Facebookon kifejted, viszont menjünk tovább akkor a témákkal. Igen. Ugye itt van ez az antiszemitizmus. Igen. Úgy. Szerinted most miért csinálja ezt a Daniel Freund? Tehát eddig marha fontos volt, most, hogy ott van náluk a probléma, tehát mindig, hogyha probléma van, meg antiszemitizmus van, akkor Magyarországra kell mutogatni, ha nem akarunk a saját dolgainkkal foglalkozni, lásd Rütte, akkor a másikra mutogatunk. Mit lát most akkor itt? Megint ez van, hogy Magyarország igazából egy jó bűnbak, hogy... Szerintem igen, szerintem jól látod ezt, de viszont szerintem az egész be van kapcsolva, nem tudom, amit mondtam korábban, hogy igazán nem tudom, szakadék van a nép meg a politikai elit között. És akkor így kihasználják, nem tudom, olyan ember, mint az a miniatúr kis ember, szakállos néni, vagy mit tudom én, nem tudom, az a Freund, aki tényleg magyar mániás, vagy nem tudom, annyira, nem tudom, mánikusan ír, nem tudom, az Orbán Viktorról, hogy az ember azt mondom, figyelj, keresd meg egy orvos, jó? Mert az nem egészséges, amit ő csinál. Jó. De én szerintem így tudnak, ők is tudnak, hogy igazán Magyarországon van kapcsolat a nép, meg a politikai pártok között. Hányszor az a nemzeti konzultáció. És akkor az emberek reagálnak. Ez, hogy nem tudom, mindig régen az mutatta, hogy jaj, néz, Svájc az olyan jó hely. Ők mindig kérdeznek az emberektől, hogy mit akarnak, hogyan akarnak, mit tudom én. Jó, mikor Svájc csinál, mindig mondta, milyen jó Svájc. És akkor nem tudom, mikor a magyarok csinálják, és mi többet csinálják, mint a svájciak, mindig mondta, fúj, biztos trükk van benne, biztos az Orbán, meg a csapat, jön, nem tudom, hazudnak. Jó, de... nem akarnak, vagy nem hajlandóak, nem tudom, megnézni, hogy Magyarországon igazán sokkal erősebb a demokrácia, mint nem tudom, Nyugat-Európában, mert mi tényleg, nem tudom, a magyar kormányzat mondta, gyerekek, akkor nem tudom, ti mondjátok, hogy nem tudom, A vagy B, ennyi. Meg hát ugye tulajdonképpen a Fidesz a KDNP-vel van koalícióban, persze. De hát a KDNP azért így, hogy úgy mondjam, kicsit fedi a Fidesz, tehát, igen. Hogy nagyon egy síkon haladnak. Persze. Ott még nem hallottam ilyesmit, hogy koalíciós problémák lettek volna. Isten, ments. De a másik dolog ez, hogy az emberek tudnak, nem tudom, a Freund és a társaság, nem tudom, ezek tudnak, hogy az ember maximum, nem tudom, olvasa, nem tudom, a címlapa az újságban. És akkor az emberek csak észrevesznek, hogy az egész Európában, vagy az egész Nyugat-Európában, nem tudom, tele van antiszemiták az utcán. Csak észrevesznek ezt. És akkor így, ha a Freund kezd mondani, hogy Magyarország antiszemita, akkor az ember be van kapcsolva, nem tudom, a fejbe. Ja, már látom egy csomó ember, nem tudom, a saját országban, akik kimentek, és akkor kiabáltak, hogy Allahba, meg mit tudom én. Ja, akkor gondolási, nem tudom, procedúra nélkül ugyanaz a helyzet Magyarországon. És akkor nyerte Daniel Freund, mert meggyőzöttet, nem tudom, az emberek, hogy ja, ami így nálunk van, ugyanaz ott van nálunk. Nincs. De meg lehet, nem tudom, meg lehet játszani ezt, mert nem tudom, az emberek nem tudnak semmit Magyarországról, azt se tudja, nem tudom, merre vagyunk, és akkor azt mondta, ja, náluk is van egy csomó antiszemita, és most Daniel Freund ki ezt, mit tudom én, tök mindent, azt mondta, hogy nem tudom, Magyarországon van egy csomó antiszemita is. Ja, jó, akkor biztos igaza van. Kész. Ennyi. Hát és így szét is választja Németországot az Európai Unióval, pedig hát ugye nyilván tagja, sőt, ja. Eléggé nagy tagja az Európai Uniónak, de hallgassuk meg Andreát, hogy ő hogy látja a témáinkat. Üdvözlöm, Andrea! Sziasztok! Ugye nem baj, hogyha tegeződünk, nem, nyugodtan. Szerintem én vagyok az idősebb. Gezel, mi már a Facebookon összetegeződtünk párszor. Ha emlékszel rám, Gevi, én voltam az, aki mindig megosztottam a csoportodban a trolladásokat, és amúgykor én mondtam azt a millió dolláros mosolyot. Jaj, szia, Andi, köszi szépen, előre is. Igen, az vagyok én, igen. Jó, mert az évjel múltkor, nem tudom, ő nagyon figyelte, és mondta, figyelj, nem tudom, valaki, nem tudom, Andi, nem tudom, írta, nem tudom, a millió dolláros mosolyodon, mondom, jó van, én eddig nem is látom. Na, szia! Szia! Egyébként tényleg... tipikusan az a karakter vagy, akinek a mosolya ragadós, és ezt nagyon díjazom egyébként, nagyon értékelem az ilyen embereket, mint te. Viszont mind a kettőtöknek szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani a Skót Dudáért. Tehát az, hogy már a tévében téged nem látunk, egyébként én Zitát is mindig nagyon szerettem minden műsorban, de az, hogy csináljátok a Skót Dudát, az azért egy kicsikét egy ilyen hiánypótló számomra is, meg szerintem a többi nézőtök számára is, és csak így tovább hajrásrátok. Köszi, Andi. Úgyhogy, hát a békemenet annak nagyon örülök, hogy lesz. Igaz, bevallom férfiasan, én egyet-kettőt kihagytam, mert március 15-én ugyan ráérek, de október 23-án van édesapám születésnapja, és olyankor van, hogy ő nyer prioritást, és inkább megtartjuk a szülőnapját, mint hogy békemenetre menjünk, de szerintem most ezen úgy hallottam anyukám hangsúlyozásából, hogy gyanítom, hogy jelen leszünk.
Úgyhogy hát én alig várom, mert mindig egy nagyon felemelő. Én nem tudok más mondani, mint amit eddig is elmondtak már, hogy tényleg egy lélekemelő érzés, amikor ott vagyunk, együtt vagyunk, és tényleg még a lábára se létál senki a másiknak, és hiába próbálnak provokálni is minket, mert nem lehet. Azt a békességet, azt az emelkedett hangulatot nem lehet elrontani semmivel. Úgyhogy én nagyon várom, és örülök neki, hogy ha megvalósul, már pedig miért ne valósulna meg, eddig mindig sikerült. Úgyhogy biztos, hogy nagyon sokan lesznek, főleg így az önkormányzati választások előtt. Úgyhogy már várom. És ha minden jól megy, akkor talán ott még sikerül is összefutnom valamelyik őtökkel egyszer végre már. Na, helyes, helyes. Többi témával kapcsolatban mondaná-e véleményt? Igen. Jó. Hát Freud úrral kapcsolatban, már hogyha lehet úrnak nevezni, igazából két ilyen nagyon egyszerű közmondás jutott eszembe. Az egyik az, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma. A másik pedig, hogy hallgatás beleegyezés. Tehát nem tudom, hogy igazából melyik, de az biztos, hogy ő megint csak azok közé tartozik, amit ugye mondott egyelőttem szóló is, hogy ő nem hisz se Istenben, se emberben, ő a zöld hasúban hisz. Pont. Tehát őt nem érdekli igazából az, hogy most a zsidók sorsa mi lesz, a keresztények sorsa mi lesz. Ő azt mondja, amit mondanak neki, hogy mondani kell, és van az a pénz, amiért. Ez pont olyan, most nem ide tartozik kicsit, de ugye ott van ez a noár jelenség is, hogy egyszerűen nem tud nem üvöltve megnyilvánulni. És a múltkor kaptam egy ilyen kulturális sokkot, amikor rádöbbentem, hogy én 11 éven keresztül úgy néztem a Walking Dead című sorozatot, hogy az egyik főszereplőnek nagyon kedves, nagyon lágy hangú, nagyon szeretetteljes hangja, az noár volt, a szinkron hangja. Tehát ha őt azért fizetik meg, hogy ő kedvesen és gyengéden adja elő magát, akkor azt is tudja. Most ezért fizetik meg, Freud urat is ezért fizetik meg, hogy ezt most így nyilatkozzon, vagy ne nyilatkozzon. Nem, szerintem több szót nem is érdemel ez a társaság. Az, hogy a hollandoknál most jól áll a szénánk, mindannyiunknak, nekik is, én csak attól félek, nem, hogy úgy járjanak, mint a lengyelek, hogy ugyan nyernek, de nem tudnak kormányt alapítani. Ez az egy félelmem van, mert férfiasan bevallom, nem néztem ma még híreket, sőt, futva jöttem haza, amikor anyukám megírta, hogy együtt lesztek ti ketten ma a Palaverben, hogy bekerüljek. Úgyhogy egész nap távol voltam, de nem tudom, hogy most már ez fix, hogy ők kormányt tudnak alapítani? Hát az még nem fix, csak az, hogy egyelőre az exit pólok szerint, legalábbis én, amit olvastam eddig, az, hogy igen. Hát ugyanaz, mint a lengyel helyzetnél. Igen. Hát viszont nem tudom, csak mondod, ezelőtt, hogy jöttem, bocs, hogy beleszólok, Andi, de a 35, amit eddig mondták, nem tudom, a híradóban, nem tudom, most elvileg 37 van nekik. De még mindig szerintem az Andinak, nem tudom, igaza van, nehéz lesz neki, mert senki nem akar játszani vele. Igen, én is ettől tartok, hogy hiába nyernek, ha nincs kivel kormányt alakítani, nem tudnak kormányt alakítani, akkor ugyanúgy járnak, mint a lengyelek, és akkor adtunk egy pofont a annak. Úgyhogy, hát nem tudom, szóval bízunk a legjobbakban. Igazából minden esetre valami elindult, tehát hogyha egy radikális párt, abszolút. Ez olyan, mint az ADF is ugye Németországban tudott növekedni. Így van. Hát igen. És pont Hollandiában, akik azért meglehetősen liberális ország, igen. Tehát ott a drog liberalizációtól kezdve tényleg az, hogy a gyerekpornót is a 80-as években még engedélyezték, sőt a pedofil párt volt az, aminél az agyam végképp ledobta a láncot a hollandokkal kapcsolatban. Tehát ahhoz képest most eljutottunk ide, és azért ez egy nagyon nagy lépés, egy nagyon pozitív dolog szerintem. Csak aztán sikerüljön nekik most már tényleg kormányt alapítani. Hát igen, ez lesz majd a nagy kérdés. Úgyhogy én ennyit szerettem volna, és nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült veletek mind a kettőtökkel beszélni. Hát köszönjük, hogy itt voltál. Andi. És köszönjük, hogy nézed a Skódudát is, mert... Hát mindig, ki nem hagynám, ne visszaértek. Nagyon jók vagytok együtt egyébként, abszolút. Nagyon imádom azt a műsort. Köszönjük szépen, szia! További szép estét, sziasztok! Szia! És akkor még gyorsan SMS-ek.
Igen. Új információ számomra, hogy Németország már nem tartozik az EU-ba, Daniel Freund szerint, üdv Mária. Tisztelettel köszöntöm Duncant. Ja igen, ez volt a laza, mint a Rigalánc. Igen, üdv Zita, az új holland győztesnek magyar felesége van már 30 éve. A Hetek YouTube-on most hallgattam, 22 perc. Most Orbán Viktor beszédét hallgatom a szünetben, az 44 perces Zürichben. Szeretettel ajánlom mindenkinek Edit. Megyünk a Békemedetre. Igen, és akkor Gev, rég hallottunk rólad, örvendek a békemenetnek, jó ötlet, Daniel, hát biztos ő is 360 fokos fordulatot vett, hiszen ez a szokás német politikusnak, egyre több helyen ébredeznek az emberek, és leváltják a korú baloldalt, ez így van, jól, üdv Zsuzsa, és én meg üdvözlöm Budai Ivettet, mert a Radarnak a mai kínálatát megosztja velünk, szervusz Ivett! Sziasztok, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is, így van, mondom is, hogy mi lesz a mai adásunkban. Foglalkozunk a különböző fűtési megoldásokkal, hiszen nagyon nem mindegy, hogy mi mellett is döntünk. Adásunkban, mint egy lehetséges megoldást, az infrafóliát mutatjuk majd be, és szó lesz a mobilházakról is, a környező országokban már egyre népszerűbbek ezek az épületek, építmények, itthon még csak most kezd teret nyerni az építőiparban, és az egyik óriási előnye, hogyha az ember akarja, akkor akár arrébb is telepítheti, arrébb is teheti, ahova el szeretne költözni. Megmutatjuk, hogy milyen lehet akár mindössze 21 négyzetméteren élni, és több ember életét mentette már meg a gondos óra, most pedig oklevéllel jutalmazták a 400 ezredik regisztrálót, aki pedig november 18-áig regisztrált, az karácsonyig készhez is veheti a gondos óráját. A nagyszüleimnek már én is beszereztem, ők már használják, úgyhogy erre biztatunk mindenkit. 17 óra 30 perckor pedig kezdődik a Radar. Hát akkor sorstársak vagyunk, kivett nekem az édesapámnak van gondos órája, úgyhogy lelkesen használjuk. Köszönjük szépen a kínálatodat. Na, és akkor lezárnánk gyorsan a szavazást. Eddig lehetett szavazni, az volt a kérdés, van-e alternatívája a mostani brüsszeli vezetés Európa politikájának, és úgy látom, hogy nem változott az arány. 56% szerint van, 44% szerint pedig nincsen. Nem is értem a kérdést. Persze, hogy van alternatíva. A kérdés ez, hogy nem tudom, valaki fog fogni, nem tudom, az alternatíva, és akkor próbál, nem tudom, bevezetni. Ez a... És mi lenne az alternatíva, vagy újabb... Bármi, nem tudom, nézd meg, nem tudom, a magyarok, vagy a közép-európai, vagy nem tudom, másképp gondolkoznak, mint aki most ott van az Európai Parlamentben. Persze, hogy létezik alternatíva, nem tudom, nálunk van egy jobb példa. Igen, akkor jöjjön hát a jobb oldali fordulat. Na hát ennyi volt már a paláver, legalábbis itt a televízióban, mert mi majd fogjuk folytatni, legalábbis én Gevtől most saját kell, hogy köszönjek. Köszönöm szépen Gev Duncantnek, hogy a vendégünk volt, aki pedig teheti, az tartson velünk, mert folytatjuk a Hír FM-en a palávert a továbbiakban is. A figyelmüket pedig köszönöm szépen, kellemes további tévénézést kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra. Dühös, falhoz vágna valaki, vagy csak egyszerűen kíváncsi, ne fogja vissza magát. Paláver, a Hír TV interaktív műsora, a szócsaták bajnokával.